Kellemes őszi napsütéses idő fogadta a városi köztemetőbe látogatókat az idei október 23-ai ünnepi program sorozat nyitó állomásán. Október 23-án kettős évfordulóra emlékezünk. 1989-ben ezen a napon kiáltották ki a Magyar Köztársaságot, mely során Magyarország szakított a pártállammal és demokratikus állammá vált. Ezt megelőzően 1956-ban szintén ezen a napon az ifjúság fegyvert fogott az elnyomó hatalommal szemben. A harcok során két püspökladányi fiatal ember is életét vesztette, akikről elsőként a Petritelepi Általános Iskola tanulói emlékeztek meg az értük állított kopjafa előtt. Szenkúti Ferenc, hőskötemény egy pesti srácról. Te napköziben nevelkedett apró kamasz. Te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz. Te, kibe már az ABC-vel tömték az ideológiát, a szovjet tankok vattüzében zengted a szabadság dalát. A tankok acél záporában sem remeg egy gyenge kezed, bátran markoltad meg a géppisztolyt, és szórtad rájuk a tüzet. Kicsin szívedtán összerezzent, de lábad bátran szaladt, kezedből nyugodt, biztos ívben repült a benzines palack. Te pesti srác, te hősök hőse, ontottad drága véredet, s a kivívott szent szabadságban megkaptad érte béredet. Te kicsin bajtárs, esküszünk, hogy megvédjük ezt a drága vért, mert nem lehet, hogy kicsin szíved hiába ontott annyi vért. Te pesti srác, te napköziben nevelkedett apró kamasz. Te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz. Téged, ki ezt a drága éltet hazádért így adtad oda, míg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. Az 1956-os forradalom a budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött, és a fegyveres ellenállók felmorzsolásával fejeződött be november 11-én. 1957-ben véres megtorlás következett, a forradalom résztvevőit bebörtönözték, egy részüket pedig kivégezték. A következő évtizedekben ellenforradalomnak bélyegezték ezt az időszakot. Ma már tudjuk, hogy 1956. októberében nem ellenforradalom volt, hanem a nép felkelése, az elnyomó hatalom szemben, amit levertek ugyan, de ez vezetett később az ország demokratikus átalakulásához, elevenítette fel a történelmet Márkus Gábor alpolgármester. A szabadság az emberi élet egyik legfontosabb értéke, amelytől a kommunista rendszer megfosztotta az edényt és a közösségeket. 1956. október 23-án a hosszú, csendes félelemben és béketűrésben töltött idő után ősi erővel szakadt fel az életösszön a magyar népből. Olyan erősen tört fel, hogy a világ is beleremegett, és népek sora nézte néma csodálattal a magyarok bátorságát. Egy kis ország neki támadt a világ egyik legnagyobb hadseregének, hogy megvédje hazáját. A magyar forradalom egyik óráról a másikra tört ki. Egyik óráról a másikra hasadt meg az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. A magyar nemzet 1000 év alatt megtanulta, hogy a szabadságról, a hazáról nem elég csak beszélni. A szabadságért, a hazáért harcolni kell a háborúban, és tenni kell a békés hétköznapokon is. Mi magyarok ezt megtanultuk, s emiatt itt vagyunk, ma Európa szívében, az 1000 éves magyar államban. És nagy képviség nélkül tegyük hozzá azt is, ezért lehet itt keresztény gyökerekkel rendelkező Európa is. Minden nemzedéknek megvan a maga keresztje és felelőssége. Az, hogy kiből lesz hős és ki marad gyáva, az dönti el, hogy ki veszi vállára a keresztet és ki nem. Az 56-os nemzedék nem kérte, de puszta kezével is felvette a keresztet, amit a történelem neki szánt. Persze a kereszttel együtt jár a szenvedés is. Akik nem haltak meg szovjet tankok ágyútüze, és a golyózápor közepette, azokat halálra ítélték, megölték, bebörtönözték, tönkretették, vagy elüldözték. Bár elbuktak, mégis hősök lettek. Olyanok, akik példaként állnak a rákövetkező nemzedék előtt. Két püspökladányi fiatal élet is odaveszett abban a harcban. Emlékezzünk a forradalom püspökladányi hőseire, akik vállalták a halált, hogy győzelemre vigyék a nemzet akaratát. Juhász Sándor 1956. november 6-án délelőtt 10 órakor
21 éves korában vesztette életét az ország és a nép szabadságáért vívott harcban. November 8-án egy budapesti ház udvarán temették el. December 5-én hozták haza Püspökladányba. Majd december 9-én itt Püspökladányban örök nyugalomra helyezték. Ifjú Kerekes Imre tizedes őrszolgált közben esett el Kecskeméten, akinek őrhelyére a szovjetek kézigránátot dobtak. Meghajtjuk fejünket a fiatal halottak előtt, akik életük tavaszán hozták meg a legnagyobb áldozatot a hazáért. Az ünnepi műsor után a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit az 56-os forradalom hőseinek sírjánál és a kopjafánál. A nap további eseményei a hősök terén az 56-os emlékkőnél folytatódtak. A Csenk Imre Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara fogadta a résztvevőket, akik legelőször közösen elénekelték a himnuszt. Thank you.
A himnusz eléneklése után a Kálvin téri általános iskola tanulóinak ünnepi műsora következett, majd a Győrfi Lajos szobrászművész által készített műalkotásnál a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait, valamint koszorúit. Bartal Krári, 1956. Tüzet sem raktak, s kigyúltak a lángok. Szemek szikráztak, fölizzott a szív. Testvér lett az is, kit először láttál. S megittasultál, hogy a haza hív. Különös ősz volt, íze lett a szónak. A kézfogásnak újra ereje. Fájó gerincet gyógyította gyorsan. A friss szabadság, édes melege. Tegnapi őrződ ma bajtásnak hívtad. Már nem riasztott az egyenruha. De nem hitted, hogy bajban lesz majd társad. Hisz így tiszta még nem voltál. Soha. Szállt, szállt a himnusz. A trikoron lengett. Az egész nemzet csak egyet akart. S hogy megindultak keletről a tankok, nyugaton ez csak pár embert zavart. Thank you.